A mindenféle szempontból sikeres budaörsi női aszteniszezők közül talán a legsikeresebb Madarász Dóri. Hogyan gondolsz vissza az előző évadra? Hát ez egy nagyon sikeres évad volt, hál' Isten. Ugye a magyar bajnokságot is megnyertük Budaörssel, ugye Budaörs Európa Kupa ezüstérmet is szerzett, és hát nyáron még sikerült megkoronázni egy Európa Játékok ezüstéremmel vegyespárosban, ami nagyon fontos volt a klubnak is, nekem is, és fontos lépés volt az olimpia felé is. Jól tudom, zászlóvívő is voltam. Így van. Milyen élmény volt? Ez hatalmas megtiszteltetés volt, és hát nézve a magyar sportolók listáját, hogy kik indultak ezen a versenyen, hatalmas megtiszteltetés volt, hogy én vihettem. Nagyon magasra tetted a lécet, tehát ezt most már mindig meg kell ugrani, ezt várják el Madarász Dóritól a továbbiakban. Mi az, amit ebből reálisnak látsz abszolválni az előttünk álló szezon vagy idény előtt? Ez mindenképp nehezebb idény lesz, de szerintem mindannyian fel vagyunk erre készülve. Ugye jövőre olimpia is van, tehát azért elég sok nyomás van mind rajtam, mind a csapaton is, és hát nagyon remélem, hogy meg tudjuk ismételni a magyar bajnoki címvédést, és remélem minél fényesebb érem sikeredik majd a nemzetközi ligában is. Adódik az első kérdés Dari Helgához. Mi a nehezebb egy fotózásra beöltözve, pózolva, amit elvár a fotóriporter, beállni és egy életre szóló fotón rögzítetni magad, vagy mondjuk felkészülni egy komolyabb nemzetközi mérkőzésre? Hát mind a kettő nagyon nehéznek nyilvánul, főleg, hogy szerintem nem vagyunk, vagyis én legalábbis nem vagyok egy ilyen nagyon fotogén típus, és annyira nem is szeretem ezeket a komoly beállásokat. Nyilván a végén már picit átmegyünk hülyéskedősbe, ott már belazul picit a dolog, de ez is nehéz, viszont egy nemzetközi kupa mérkőzésre szintén ugyanolyan nehéz felkészülni, és nem csak pingpongban, nem csak edzésen kell, hanem fejben is már a meccsek előtt fel kell készülni. Két nap múlva indultok Csehországba. Milyen reményekkel utaztok? Tudjuk a csoportunkat már egy ideje, nagyon nehéz csoportra számíthatunk, öten leszünk a csoportban, van egy francia, egy spanyol és két cseh csapat rajtunk kívül a csoportban, mindegyik meccs nagyon nehéz lesz, megpróbáljuk a maximumot kihozni magunkból. Nyilván az a cél, hogy tovább jussunk a csoportból, az első kettő jut tovább, ezért fogunk mindent megtenni, de nagyon nehéz lesz. Mennyit jelent a hazai pálya nekik, hogy érzed? Ráadásul két csapattal is indulnak. Szerintem mindenkinek nagyon sokat számít a hazai pálya vannak. Nyilván akik annyira nem szeretnek, most sokkal jobban izgulnak hazai pályán játszani, viszont szerintem magunkból is kiindulva mi is sokkal jobban szeretünk itthon nézők előtt játszani, sokkal jobb, ha bíztatnak, és voltunk már ennél a csapatnál otthon is, nagyon jó a szurkolótáboruk, egy plusz információ, hogy ingyen sört kapnak a szurkolók, úgyhogy még jobban bíztatják őket. Szerintem ez mindenkinek hatalmas előny, hogy otthon tudnak játszani. Újabb megmérettetésre utazik a BSC női asztalitenisz csapata. Milyen reményekkel utaztok? Moravszki Krumlovba megyünk. Szeretnénk tovább jutni a Bajnokok Ligája csoportköréből. Nagyon nehéz dolgunk lesz most, mert igen, erősek az ellenfelek. Tele van egyébként írva ázsiaival. Nem mindig minden esetben jönnek el ezekre a csoportfordulókra. Most meglátjuk, hogy ott lesznek vagy nem. Minden esetre első kettőbe kéne lenni ahhoz, hogy tovább menjünk a Bajnokok Ligájába, de ha ne adj Isten nem sikerül, akkor sincsen világvége, mert akkor átkerülünk az Európa Kupába. Egyébként van reális esély a pillanatnyi erőviszonyokat ismerve? Van természetesen, de tényleg kiegyenlített most nagyon, ha nem is mind az öt csapat, ugye ez egy öt csapatos csoport lesz, de négy belőlük mindenképpen elég közel áll egymáshoz. Madarász Dórival beszélgettem az eddigi, egészen pontosan a tavalyi eredményekről, és azt mondtam, hogy túl magasra tették a lányok a lécet, vagy ti a lányokkal együtt, ezt mindig nehezen megugrani egy sikert. Mennyire érzitek a nyomást a csapaton, hogy most már jó, jobb, még jobb eredményeket várnak el? Hát igen, sose lehet elég magasan a léc szerintem, és nagyon hiányzik azért még az éremgyűjteményből az a nemzetközi kupa arany, úgyhogy mindenképpen szeretnénk ezt megcélozni, amellett, hogy természetesen a magyar bajnokságot továbbra is szeretnénk megnyerni. Ugye most két nemzetközi kupát is fogunk játszani, a Bajnokok Ligája vagy Európa Kupa, ugye attól függ, hogy sikerül a szereplés, illetve a klubcsapatok szuperligájába.
újra elindulunk, úgyhogy most több cél is lehet, ahol még jobb eredményt lehet elérni. Nagyon remélem, hogy ebben a centenárium évben, ami ugye jövőre lesz itt a Budaörsi Sportklubnál, az asztali tenisz szakosztály föl tudja rakni majd az íre a pontot ezzel. Erre az asztalra azért még jó néhány kupa érem elfér. El tudod képzelni reálisan a te életedben, sportvezetői, szakvezető életedben, hogy mondjuk egy asztalnak a fele megtelik csak a budaörsi lányok, pingpongos lányoknak a díjaival? Hogy ne tudnám elképzelni, mint ahogy mondod, bőven van még hely, úgyhogy remélem, hogy a másik részt is ki tudjuk még tölteni. Jövőre olimpia lesz. Mennyire befolyásolja a lányok teljesítményét, felkészülését, szereplését, formaidőzítését az, hogy hamarosan olimpiai kvalifikáció is elkezdődik? Nagyon-nagyon-nagyon nehéz összerakni egyébként a versenynaptárt, pontosan ezért is vagyunk most jóval többen. Tehát ugye egy nagyon fiatal és tehetséges leányzó érkezik hozzánk Molnár Kendra személyében, úgyhogy így összességében azért öten tudunk lenni majd a csapatban. Igyekszünk mindent jól beosztani, egyrészt ugye a sérülésveszélyes dolgokat is figyelembe venni, ahogy te is mondtad, a formaidőzítést, az, hogy mi a fontos, vagy a legfontosabb a klubnak, de ugyanakkor mi a fontos az olimpia szempontjából. Mi ezt igyekszünk folyamatosan menedzselni, természetesen a válogatott edzőkkel egyetemben, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk, de elsődleges cél természetesen jövőre az olimpia.